A leendő elsősöknél a játék az első néhány hétben nagyon fontos lesz minden tanúrán. A szakterületem, vagyis a műveltség területem angol, amit most jelenleg itt az iskolánkban első és másodikos gyerekeknek tanítok. Heti egy órában ismerkedünk még ilyenkor az idegen nyelvel játékos formában, hogy az idegen nyelvet is megszerettessük a gyerekekkel. Úgy gondolom, hogy nagy váltás egy óvodából érkező gyerek számára az iskolapadba beülés, és minden tanórán igyekezzük őket megmozgatni, a figyelmüket úgymond fenntartani, és a játék, ami az elengedhetetlen tevékenységük az iskolában is, még azt gondolom az előkészítő időszakban. Már vannak, akik járnak előkészítőre, így nem minden gyermeknek lesz ismeretlen a refi. Az óvodában is tartottam már a tavalyi tanév során a gyerekeknek angol nyelvi foglalkozásokat, ezáltal már ott is megismerkedtem azokkal, akik most járnak az iskola előkészítő foglalkozásra, és itt is alkalmanként becsempészem egy kicsit az angol nyelvet a tevékenységek közé. A tanterem az mindig a tanítónéni és az osztályát is jellemzi. A másodikosok téli rajzai között beszélgettünk, ősztől a terem dekoráció is változik. Mert mindig az ünnepkörökhöz, évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan dekoráljuk a gyerekek segítségével a tantermet itt most a leendő elsősöket is úgy mond, ezt fogadja, mert amikor az előkészítő foglalkozásokra jönnek, akkor mindig megcsodálják, hogy milyen szép dekorációval készülünk. Most a farsang idejében vagyunk, úgyhogy igyekszünk az egész iskola épületét ezzel dekorálni. Sorolta a tanítónő, aki másodikosairól is elismeréssel szólt. Csak jókat mondhatok róluk, 22 tanulóval dolgozok, most 13 kisfiú és 9, jár, 9 kislány jár most a második osztályba. Nyugodt, fegyelmezett gyerekek, akik nyitottak, azt gondolom, hogy mindenfajta tevékenységre, és nagyon jól együttműködőek a szülőkkel együtt, ami, ami különösen fontos, azt gondolom. Már az elsős kis tehetségekkel külön is foglalkoznak. Azt gondolom, hogy elég hamar megmutatkozik az, hogy ki miben ügyes vagy ügyeskedik. Minden évben részt veszünk mesemondó versenyeken, évszakokhoz kötődően a Városi Mesemondó versenyeken, már óvodáskorban is van, aki részt vesz. Ha hajlandóságot mutat, akkor igyekszünk ezt továbbvinni, az iskoláskorban is, de mindenféle kreatív rajzpályázaton rajzpályázatra benevezünk, és nagy örömöket lelik abban, hogy itt is és otthon is tevékenykednek az ilyen jellegű feladatokban. Nagyon fontos, hogy a siker érdekében a szülők a napi munkát segítsék a háttérből. Én hál' Istennek eddig olyan szülőkkel tudtam együtt dolgozni, akik maximálisan az én tanácsaimat, kéréseimet elfogadják, mert tudják, hogy ezeket építő jelleggel próbálom feléjük is a gyerekek felé tolmácsolni, és Tudják, hogy a közös munkának így lesz meg a gyümölcse, hogyha együtt tudunk dolgozni. Ez, ahogy mondtam, ez legtöbbször meg is valósul. Nagyon sok programot szervezünk már így, hogy a vírushelyzet lehetővé teszi. Egy közös kirándulással szoktuk mindig kezdeni, úgymond az évet. Ez egy kicsit összekovácsolja már azokat a gyerekeket is, akik más óvodákból ugye érkeznek. Ez rögtön a tanév kezdetén meg szokott történni, vagy meg szokott valósulni ez a kirándulás. Amíg az időjárás engedi a szabadba, kivisszük a gyerekeket, minél többet a friss levegőn leszünk, és utána pedig minden hónapban osztályprogramot is szervezünk. Nekik, ahová van, hogy külső helyszínt választunk van, hogy itt vagyunk iskolán belül. Gulyás Szentesi Katalin következetes tanító, aki szeretetet és biztonságot is jelent tanítványainak. Én azt gondolom, hogy ha a szabályokat lefektetjük már a kezdeti előkészítő időszakban, és ehhez a gyerekek többé-kevésbé igyekeznek is alkalmazkodni, akkor az folyamatosan fog működni, és itt is, ha a szülő is egyetért a mi kérésünkkel, akkor azt gondolom, hogy hamar ki lehet a kölcsönös munkát alakítani. Én úgy gondolom, hogy a szeretet és a biztonság, ami a legfontosabb, hogy egy gyerek úgy jöjjön el otthonról, hiszen a hétköznapokban velünk sokkal több időt Amint otthon este már a családdal, de ha itt nyugodt, szeretetteljes, békés környezet fogadja, akkor azt gondolom, hogy ez a későbbiekben is kihat az iskolás éveire.